Sziasztok! Biztos sokan hallottatok már olyan történetről, hogy a házi kedvencek megmentették a gazdájuk életét. Viszont olyan esetekről is hallottatok, amikor vadállatok mentettek meg számukra teljesen idegen embereket? Delfinek, szarvasok, oroszlánok, medvék és még bálnák is. Ma 10 ilyen történetet mutatunk be nektek. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na lássuk is ezeket a szívmelengető eseteket. Delfinek megmentettek 4 életmentőt egy cápától. 2004-ben Új-Zélandon 4 életmentő úszkált az óceánparton, amikor hirtelen körülvette őket 7 palackorú delfin. Úszkáltak körülöttük, igyekeztek őket együtt tartani. Az egyik életmentő a víz alá merült, hogy megnézze, mi történik, ekkor megpillantott egy fehér cápát. A delfinek még 40 percen át védték őket, egészen addig, amíg meg nem érkezett a mentőhajó és a cápa elment. Oroszlánok megmentettek egy kislányt az emberrablóktól. 2015-ben egy 12 éves etiópiai lány hazafelé tartott az iskolából, amikor 4 férfi elrabolta. Egy hétig tartották fogva, amikor a hatóságok a nyomukra bukkantak. Menekülés közben összefutottak 3 oroszlánnal, ezért otthagyták a lányt, hogy ezzel mentsék saját életüket. Az oroszlánok nem támadtak a lányra, amikor a rendőrök megérkeztek, azok békésen távoztak. Delfinek megmentettek egy halászt. 2002-ben egy halász Ausztrália partjain vitorlázott, amikor a hajója felfordult. A pórul járt férfi megpróbált belekapaszkodni a felfordult hajótestbe, de csak a felső testét tudta a víz felett tartani. Ekkor megjelentek a cápák, akik már éppen támadásba lendültek volna, amikor megérkeztek a delfinek és elüldözték a támadókat. A halász ezután 40 órát töltött a vízben, csak ezután mentették ki. Egy oroszlánfóka megmentett egy fuldokló férfit. Néhány évvel ezelőtt egy férfi öngyilkos akart lenni, oly módon, hogy leugrott a San Franciscói Golden Gate hídról. Az öngyilkossági kísérlet sikertelen volt, mert egy oroszlánfóka a felszín felett tartotta. Ha ez önmagában nem lenne elég, még a parti mentőknek is készségesen segített a mentésben. Egy szarvas megmentette egy nőt. 2012-ben Ohio-ban egy nő 10 óra körül elindult hazafelé egy szórakozóhelyről. Mikor egy mező mellett sétált, rátámadt egy férfi, aki ki akarta rabolni. A mezőn ez idő alatt egy szarvas aludt, aki felébredt a zajra és elmenekült. A férfi ettől úgy megijedt, hogy ő maga is menekülőre fogta. Delfinek megmentettek egy szörföst a cápától. 2016-ban Kaliforniában egy fehér cápa rátámadt egy szörfösre. A férfi a szörfdeszkán feküdt, amikor a cápa megharapta az egyik lábát. A szörfös úgy próbált védekezni, hogy másik lábával addig rugdosta támadóját, míg az el nem engedte. Mielőtt a cápa újra támadásba lendülhetett volna, megérkeztek a delfinek, akik testőr módjára körbevették a férfit, aki biztonságosan kiért a partra. Egy bálna megmentette egy nőt a cápától. 2017-ben egy nő a Cook-szigeteken úszkált, amikor váratlanul felbukkant egy púpos bálna. A bálna igyekezett a nő alá úszni és kiemelni őt a vízből úgy, hogy a hátán maradjon. Mint kiderült, egy tigris cápa volt a közelben. A púpos bálnák egyébként már számos alkalommal mentettek meg embereket, vagy akár állatokat a vízi ragadozóktól. Egy medve megmentett egy férfit egy hegyi oroszlántól. 2012-ben egy férfi egy kaliforniai erdőben túrázott, amikor megtámadta egy hegyi oroszlán. Az állat hátulról ugrott rá és a földre szorította. Ekkor megérkezett a felmentősereg. Egy medve volt az, aki sikeresen megküzdött az oroszlánnal, aki végül elmenekült. A férfi ezután biztonságban távozott. Delfinek megmentettek egy nőt. Mozambik partjain egy nő csónakjának motorja elromlott, melyet egy nagy hullám elsüllyesztett. A nő úgy döntött, hogy kiúszik a partra. Menet közben 6 cápa támadt rá, és ismét a delfinek érkeztek segítségül. Az életmentő delfinek elzavarták a cápákat, majd 40 km hosszan kísérték a nőt, míg nem partot ért. Delfinek megmentettek egy szörföst. 2010-ben egy kaliforniai férfi elaludt a szörfdeszkáján, melynek következtében nagyon távol sodorta a víz a partoktól. Mikor felébredt, arra lett figyelmes, hogy néhány delfin úszkált körülötte, akik visszatolták őt a partig.
Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, ha esetleg a kutyátok vagy macskátok már segített rajtatok valamilyen módon. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!